Itt vagyok a boltba. Egy pillanat. Csak így eszembe jutott, ha aki szeretne fogyókúrázni, csak úgy. Almacet. Látok, az jó rá. De van ilyen kapszulába is. Azt mondják, ez jó rá. Én most másfélet jöttem ide, amit ígértem a Gábornak. Itt van. Az 9 font. Még gondolkodom, hogy megvegyem el holnap, mert itt van közben ez a másik. Mert ez meg 10 font. Meglátjuk. Ez az egyetlen dolog, amiben van kafein. Ugye megnézzük ebben mennyi. Egy másodperc. 24 mg. Tehát 20% kafeint tartalmaz, 24 mg, ez nagyon nagy adag. Ezt hozzá lehet szokni, de mint fogyasztószer. Itt a másik, ez mivel van, merjel, egy másodperc. Ebben 150 mg kafein van, ebbe. Ez másfajta. És ugye mondom neked, egy másodperc, ez van ez a Ganesia Kamodzsa guaranával, hogy ilyen energikus legyen. És ebbe viszont kevés kafé van, amit nem értünk, tehát Ganesia Kamodzsa és Green Coffee Bean. Még ezen gondolkodom, melyiket vegyem meg, tehát ezek azok, amik egy másodperc kafein tartalmú készítmények. Mi ezt találtuk meg Amerikában, ahol dolgoztam a CIA-nál ezen a projektem, de másmiért nyomoztunk. Találtam még itt ilyet is, egy másodperc, hogy megnézzük ebben mit raktak, ez nagyon fontos. Ebben is van kafein, 10%. Kólát raktak ebbe, ez se rossz egyébként. Ebben is green tea van. Én most azzal fogok próbálkozni, mivel szoktam régen is, veszek zöld teát, és azt iszom, jó? Nézem még nektek, hogy van-e itt olyan, ami problémás lehet, nem úgy érte. Tehát ez az, ami kafein. Nem tudom, hogy kafein függőséget okoz-e, hogyha sokáig szeded, tehát hogyha úgy maradsz csak sovány, hogyha ezt szeded. Megnézzük, én zöld teát szoktam inni, jó? Én vagyok az egyszerű lány, mint ilyen, mondtam az, hogy ilyen paraszt. Tehát én egyszerűen csak zöld teát szoktam inni. Én most azt fogok venni, ilyen olcsó zöld teát. Nézem itt közben. Nem, a többi nem az. Tehát ez az, amiben kafein van, mondom neki, a Gábornak, tehát hogyha kafein kell, akkor ezt a zöld bab tablettát kell venni. Green bean. Egy pillanat. Én azért iszom zöldtát, abban nincs kafein, hogy fogyjak. Tehát, hogyha valaki fogyókúrázni akar, akkor igyon zöldtát, meg almaecetet. Ha meg kafeinre vágyik, fogalmam sincs miért, akkor ilyen energikus akar lenni nagyon, akkor szedje azt. Egy pillanat. Ha fel akarja magát dobni, már hogy jobb kedve legyen, akkor vagy menjen el tornázni, és endorfint termeljen, vagy taurint szedjen. Mindenféleképpen én csak ezt tudom javasolni, jó? Itt közben itt nézegetem, mik vannak még, mert szeretnék majd venni mindenfélét. Még van ilyen bécán, ezzel is lehet fogyókúrázni egyébként. Nekem van ilyen porom belőle. Ilyet szoktam menni. Mert ezzel szoktam fogyókúrázni. Egy másodperc, közben azt nézem, hogy ez egy nagyon jó brunch, ez. Ebbe is van, ebbe is kafein, L-carnitine green tea-et. Én ezt másképp szoktam megoldani, majd megnézzük, hogy hatásos-e még, amit szoktam csinálni, attól függ, milyen anyagot kaptunk. De se rossz egyébként, 32 font felesleges megvenni, tehát felesleges. Sokkal jobban jártam, én is vettem, majd meglátjátok, mit csinálok, jó? Ezzel vagyok most elfoglalva, megtaláltuk ezt a kafein cuccot is, és szeretném kérdezni majd a Gábortól, hogyha össze-vissza keversz mindenféle dolgot, milyen toxikus hatása lesz. Jó, kafeinnek nem ez toxikus hatása, de például mi úgy tudjuk, itt volt az előbb, ez glukozamin, valahol láttam az előbb, ez is glukozamin. Úgy tudjuk, hogy ha magnéziumot, a banánban van sok, azt keversz össze, nagyon szeretik itt tejjel. Egy másodperc, itt van. Magnézium, valahol láttam, itt van. Ha magnéziumot kevesz össze tejjel, ha hiszed, ha nem, ilyen, tehát hasmenés ellen nagyon jó, ha banánt teszel tejjel, 3-4 napig nem mész el a vécére, csak én azt szoktam javasolni, mint orvos, hogyha ma hasmenésed van, akkor örülj ki, jó? De ha más miatt szeretnéd ezt, akkor banánt egyél tejjel, vagy ha nem szereted a banánt, magnézium kapszulát szedjél be tejjel. Jó? Én most megyek tovább jobbra-balra, megtaláltam azt, amit kerestem nektek. Sziasztok!